Köszöntöm a Hírefem Rádió hallgatóit, és egy rendhagyó civilkört hallanak. A műsorvezető Gajdi Csottó, de húsvét vasárnap lévén én most nem hívtam három vendéget, egyet hívtam, akit nagy szeretettel köszöntök, Bese Gergő atyát. Köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Azért gondoltam így ezt a műsort, mert ezen a napon azt gondolom, hogy a világ összes undorító, visszataszító történése mellett nekünk mégiscsak egy örömhírről kell beszélnünk. És ha már erről beszélünk, akkor azt is elevenítsük föl, hogy amikor azt mondják a, a szertartást végzők a misén, hogy íme hitünk szent titka, akkor miről is van igazából szó? Azt hiszem, ennél méltó pillanatot nem találtunk volna arra, hogy atya ezt kifejtse a hallgatóinknak. Egy, nagyon fontos, hogy szeretjük az ünnepeinket, és ez így van jól, szeretjük a jászolba fekvő kisdedet és a feltámadott Krisztust, de nagyon fontos lenne, hogy megnézzük, hogy hogy jutunk el idáig. Míg karácsonyt megelőző időszakot adventnek hívjuk, addig a húsvétot megelőző hosszú 40 napnál is pár nappal hosszabb bőti időszakot, pedig nagy bőtnek, amely felkészít bennünket a nagy találkozásra. Találkozásra önmagunkkal, találkozás az Úristenne, találkozás a közösségeinkkel akkor tudok igazán méltó módon ünnepelni, és leszek kívül a külső ember, a tömeg ember számára is egy, egy vonzó, egy kiemelkedő személyiség, hogyha belül rend van belül rendet tenni csak úgy tudunk, hogyha ha hagyjuk, hogy a mokuskerékből kilépve kicsit elcsendesedjünk, többet imádkozzunk, jobban odafigyeljünk szavainkra, cselekedeteinkre, tudjunk lemondani. Egy kicsit most hagyj is, sem ki tudom, hogy húsvét vasárnap nem kell már a bőtről beszélni, de az, hogy, hogy mi is a bőjt, egy küzdelem. Mi között küzdünk? Az akarat és a test. Az akarat, amely megfogalmazza, hogy nem eszem meg a tévé előtt a tábla itt minden este, mert lemondok, mert nem kell, vágy, nagyon szeretem, de de nem tesz jót már, meg amúgy is, hát nem igaz, hogy én nem vagyok olyan felnőtt, hogy ezt ne tudjam megtenni. És az első két nap után, mikor hallom, a, még nem is hallom, de szinte ilyen fantom hallásaim lesznek arra, hogy bontja valaki a csokit, akkor, akkor a test úgy beindul. Na, melyik lesz erősebb? Én vagy a testem, mi irányít a testi vágyaim, vagy az akaratom, a szellemem, a szívem, a lelkem. És amikor az ember elbukik, akkor egy nagy felismerése kell, hogy ráébredjen, hogy miben és hogyan vagyok gyenge. És a Böjt ebben akar erősíteni mindannyiunkat, hogy le tudjad küzdeni a gyengeségeidet, mert nem csak te tudod a gyengeséget, hanem a sátán is. És ha a sátán tudja a gyenge pontodat, akkor elgáncsol. Akkor azt akarja, hogy te nagy péntektől ne menjél tovább. És itt van nekünk a íme hitünk szent uh -huh. ha visszatérhetek ide egy nagyon hosszú bevezető után, hogy, hogy a titok abban áll, hogy az Úristen mentővet dob, és esélyt arra, hogy kimász a gödörből, hogy felismert, hogy a halál után van feltámadás, de ha te a keresztövében akarsz a saját sebeidet nyalogatva ott maradni, és nem akarod fölemelni a fejedet, és felnézni Krisztusra, és felismerni, amiről ő beszélt a példabeszédeiben, hogy milyen halállal fog meghalni, és nem ismered föl ennek az útnak, hogy ez csak egy egyik állomása, akkor ott maradsz és, és szürke, és megsavanyodott, és mosoly nélküli, és mindenben panaszkodó, neked semmi sem jó, mindenki utálunk, irigyek vagyunk, és stb. stb. vonásokkal ott maradtál a keresztövében. Hát mi nem így szeretnénk mm -hmm. ünnepelni, és bennünket erre készít fel a nagybőjt, hogy utána beleléphessünk a Szent Három napba. A modern önmagát borzasztó okosnak képzelő, tudálékos ember azon agyal, ahogy a modern nyelv mondja, hogy miért kellett a fiát feláldoznia az Istennek. És egyáltalán hogy van ez, hogy jön egy embernek született valaki, aki mégsem ember, vagy nem csak ember, hanem Isten is. Ezt próbáljuk közérthetően, hogy azok is értsék, akik nem jártak itt. Az Ószövetséget is kell ehhez ismerni, amiben számos profétát támaszt az Úristen. Írés proféta, Ezekiel, és a többiek, Mózes, Noé, akiket megszülettek, élték a hétköznapi életüket, és egyszer csak megszólítja őket az Úristen, és feladatot ad. Mi a feladat? Hogy a rossz irányba eltévejedett választott népet visszavezessék az Isten útjára. Tehát mindegyik profétának nagyjából ez volt a küldetése. És az Úristen időről időre küldhetett a profétákat, mert azért az ők is szeretett népe, az amikor már érezte, hogy tök jó megy, amikor már minden ö, ellenséget legyőzött az úr, hátradőlünk, ránk köszöntötte a jólét, akkor az mindig felpuhította őket. Most nem azért mondom, de ez most is így van. Nem akarok ilyen analógiát van, de most körülbelül, hogy érezzük, hogy ez most a népünkkel is ugyanez van hogy a jólétben a, a biztonságos anyagi és, és mondjuk fizikai biztonság, vagy hogy nem, nincs háború, vannak, van, van mindenkinek munkahelye, tehát hogy, hogy ebben úgy nehéz azt mondani, hogy hát nekem mindig ébernek kell lennem, nekem oda kell figyelnem az Úristenre, nekem Egyszerű életet kell élni, segíteni kell a szegényeket. Tehát, hogy, hogy ezt úgy elfelejtjük, de amikor bejön egy krak, akkor Uram segíts, akkor fél ország térden, vagy hát legalábbis abba bizakodnánk. Az van, hogy az Úristen azonban látta, hogy ez a proféták küldése kevés, és elhatároztam, hogy a fiát fogja elküldeni azért, mert talán a fiának hinni fognak. Hogy talán ö, erősebb lesz az a szeretet, amit ő idehozott közénk, erősebb lesz az irítségnél, a gyűlöletnél, a kereszt halál kiáltásánál. És, és mivel hogy az ember az ember, és az olyan is marad, amilyen, az Isten fölismerte, hogy, hogy szükséges, az a tanúságtevő életáldozat, amit az ő fiának meg kell hozni értünk azért, hogy bebizonyítsa, hogy a szeretetnél, az irántunk való szeretetnél semmi erősebb nincsen. Ha senki sem szerethet jobban bennünket, mint az atya, aki erre képes volt, hogy a fiát föláldozza ismerjük Ábrahám történetét, akit próbára tett Izsáknál, aki képes lett volna feláldozni a fiát, persze biztos, hogy nem jó szívvel, de az atya ezt kér, és az utolsó pillanatban állította meg őt az úr, hogy nem. Itt viszont Jézus kereszt halálával, azzal, hogy Jézus a bűneinket is magával vitte a keresztre, egy ajtó is megnyílt. Megnyílt az örök üdvösség, a mennyország felé vezető ajtó. Mert hogy Jézus előre ment, hogy helyet készítsen számunkra. Ő nem azért ment előre, hogy bezárja az ajtót, és azt, mondja, hogy ezeket az embereket beenged, atyám, ezek nem érdemelnek meg, csak poklot. És például beszédeiből is tudjuk azt, hogy hogy van igazán óriási különbség mondjuk a pokol és a mennyország között, mm. és hogy arra hívta az embereket, hogy tényletek már észhez, hogy inkább a mennyországba találkozzunk, mint sínlődjetek a pokolba. Tehát én így próbálnám egyszerűbben megfogalmazva, hogy mi is volt Jézusnak a, az érkezésének a, a célja, és mi volt az ő igazi küldetése. Mm. Nagyon közel kerültünk egy olyan e, problémához, ami... E, én megígértem ugyan, hogy most nem fogunk politizálni, de azért atya is utalt már rá, beszéljünk a kegyelemről. Ugye ebben a történetben van egy gyönyörű szál, hogy az akkori világi hatalom Pilátus nem hiszi el, hogy, hogy ez az ember bűnös már, mint Jézus. És az akkori szokásoknak megfelelően a népet megkérdezi, mert hogy kegyelmet adhat, és megkérdezi, kinek adjon kegyelmet azoknak a latroknak, akiket éppen elfogtak, akik mindent elkövettek, hogy az akkori rendet szétzilálják, voltak köztük gyilkosok, árulók, mindenféle gonosztevők. Jézus részesüljön a kegyelemben, vagy ezek közül valaki. És akkor a nép, az Isten adta a nép, ö, ö, azt mondja, hogy hát valamelyik lator, és semmiképpen ne a Jézus. ez, ez igen, ez mit, nagyon... Mit, milyen, milyen gondolatokat ébreszt itt bennünk az idei húsvétkor? Igen, nagyon fájó nagypénteken hallani azt, hogy ne őt, hanem barabást, és amikor nép barabást kiállt, meg azt, hogy keresztre vele, akkor szinte az ember ezt fel sem tudja fogni, hiszen virágvasárnap, pár nappal korábban még ünneplő sokaságként, királyként köszöntik a bevonuló Jézust, és ugyanez a népsokaság pár nappal később pedig barabást kiállt. Ebben is el tudjuk mondani, hogy 2000 év óta semmit nem változott a társadalom és az ember, mert ilyen szinten tud, nem az, hogy köpönyeget forgatni, de legalábbis tud, mint a kakas, az a szélkakas Igen, irányt váltani, attól függ, hogy kitől jön az ukász, hogy mit kell mondani. És ugye egy olyan közegben vagyunk, hogy van egy elnyomó római hatalom, és van, az, akik többisten hívőek, vagy pogányok, és ott van a zsidóság, akiknek a, a a legfontosabb álmuk, hogy eltűnjenek a rómaiak, bárki is, csak tűnjenek ezek el. És a reménységük a saját papságukban van. Ha szembe mennek a papságukkal, akkor szembe mennek a zsidósággal, szembe mennek a közösségükkel. Ezért nem volt mindegy, hogy a főpapok mit mondanak. És a főpapok azt mondják, hogy barabás, akkor barabás. Akkor nem mondhatunk mást, mert ez az irány. Ha viszont, és hiába állhatott, most gondoljunk csak bele, a tömegben álltak olyanok, akik saját szemükkel látták a Jézus csodatetteit, akik lehet, hogy meggyógyultak, akik lehet, hogy jól laktak a sok ezer ember között a genezárt látható partján, akik hallhatták a Jordán folyónál a keresztelkedés, hogy ez az én szeretett film, akiben kedvem telik. Mégis arra figyeltek, amit az előjáróik mondanak és inkább egy gyilkost bocsájtanak szabad lábra, vagy engednek el, mint, mint magát, a messiást. Ami már benne volt a, a levegőben, hogy ő a messiás. Mm -hmm. Kimondani nem merte szinte senki, mert tudták, hogy akkor őket is megkövezik, vagy, vagy keresztre feszítik, Isten káromlás miatt. De hogy tulajdonképpen, hogy ez a hátborzongató, hogy mennyire tudunk, félünk, Kiállni az értékeink mellett, kiállni valaki mellett, kiállni a meggyőződésünk mellett. 2000 évvel ezelőtt se sikerült, és ma ugyancsak ez a problémám, amikor a híveink vonulnak vissza a saját elefántson vagy a csigaházukba visszabújnak, mert nem merik elmondani az üzletben, a családjukban, hogy mik azok a keresztény értékek, vagy mi a hitünknek a 21. századi embernek való üzenete, mert hogy akkor csúnyán fognak ránk nézni, akkor legyintenek ránk, akkor bigotnak, konzervatívnak, ősküveletnek tartanak. Így

azoknak a is elzárjuk a lehetőséget, ahogy megismerkedjenek a misztériumokkal, akik például a társaságba ülnek, csak mondjuk a mi bátortalanságunk szakítja el de. őtőlük az igazságot. Tehát, hogy itt a nagypénteki eseményekben nagyon sok igazságtalanság történt, Pilátus bátortalan volt, nem mert szembe menni a főpapi előjárókkal, próbált kis kaput találni, de még az se sikerült, mosom kezeimet. Igen ugye ez a, ez a jelenet, viszont a népet képes volt a, a manipulálni annyira a főpapság, hogy, hogy saját értékrendjükkel szembe helyezkedjenek. A média jut az eszembe erről, de nem, nem ebbe az irányba fog tovább menni, hanem hogy nem sokkal később történik viszont valami, ami mindig nagyon szoros összefüggésben van, a kegyelemmel, a megbocsátással, amikor is a jobb lator rászól a másik oldalon lévő társára, aki, aki cinikusan provokálja Jézust, hogy hát, hogyha te vagy Isten fia, akkor miért nem mászol le a keresztről. És akkor azt mondja neki, hogy nem látod, hogy ugyanabban az ügyben vagyunk most az ítélet alatt, és ráadásul mi jogosan, mert mi követtünk el, ő meg nem csinált semmit, és azt kéri Jézustól, hogy, hogy tegyen érte valamit. És Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néked, ott leszel velem. Igen, ő az első, aki a, aki a mennyországba jutott igen, az ottaniak igen. közül, mert hogy. Egy gyilkos mondjuk. Egy, így van, mert hogy mert hogy megbánta a bűneit, és, és vezekelt, és, és ez az őszinte bűnbánat ö, arra ezt a mondatot ö, eng, engedte meg, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, velem leszel. Mert hogy. Ezt nagyon, húzzuk alá még egyszer, hogyha megbánta a bűneit, és vezekelt. Így van. És kell. Tehát ugyanez, mint amikor van a házasságtörő asszony történet, és sok szokták felhozni, hogy Jézus legalizálta a házasságtörést. és <laughs> akkor szoktam mondani, hogy azért nem így volt. Ha jól emlékszem a történetben, az van, hogy menj, de többé ne védkezz. Tehát, hogy Jézus soha nem fogja megáldani, soha nem fogja legalizálni a bűnt. A bűnöst szereti, de nem a bűnt. A bűnösért könyörög az atyához, és nem a bűnért. Tehát ez nagyon fontos dolog, és akkor, amikor azt mondják az emberek, hogy jaj, hát akkor annyi bűnöm vagy, ez az Isten nem bocsátja meg, ez, ha bízzuk már az Úristenre. Hm. Ahhoz, hogy az Úristen megbocsássa a bűneinket, ezt a magunknak kell Kimondani, de. hogy mik a bűneim. És itt vagyunk nagyon nagy bajban, mert a 21. században, és most nem behozva itt médiát, politikát, stb. De, de, én Az, hogy tulajdonképpen relativizálták, hogy mi a bűn. A bűne az, ha elveszem a másét. Ki így gondolja ki, úgy? Bűne az, hogy házasságtörő vagyok. Ki így, ki úgy? Bűne az, hogy hogy hazugsággal akarok pozíciókat nyerni és meg akarok téveszteni emberek ezreit, százezreit. Bűne, bűne az, hogy a saját gyengeségeimet rávetítem másokra, és úgy állítom be a másik felet, mintha a legmocskosabb lenne, holott én sokkal piszkosabb vagyok, mint ő. Itt most gondolhatunk különböző aktuál politikai ügyekre, hogy a mostani baloldal ellenzék olyan dolgokkal vádolja a kormányt, amiben hát ők sokkal sokkal sarasabbak, tehát itt most itt a, a pedofil ügyeket értem ez, hogy hát azért álljon már meg a menet, bizony, bizony. hogy kiknek a, a köreiben találkozunk azokkal a deviáns viselkedésekkel és, és és olyan életmódokkal, amelyeket nekük falaznak, tehát most maradjuk és annyiba. És kik azok, akik dekriminalizálni akarják ilyen, mindezt, hogy mondtos, ne legyen bűn. Persze, tehát hogy, hogy tehát, na most mikor egy ilyen társadalomban élünk, amikor a jó és a rossz közötti, nagy távolság az szépen eltűnt, egyre inkább közeledett egymáshoz a két dolog, sőt, ki is cserélődtek a pozíciók, amikor a normalitás az abnormálisá vált, az abnormalitás normalitásá. Mm. Ebben a világban igenis rendet kell vágni határozottan, hogy igen, ez bűn, igen, ez jó dolog, igen, ez védendő. Hogy például ki kell mondanunk, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig. Nem érdekel, hogy a Macron mit csinál Franciaországban, hogy alkotmányba rakja bele az abortuszhoz való jogot, tehát én azt gondolom, hogy amikor már eljut ideig egy társadalom, az már bele is lökte magát a sírba. Tehát, hogy amikor, amikor a gyilkosságot, az életellenességet alapjoggá teszem, Innentől fogva, hogyha valaki az utcán megöl valakit, akkor az, az miért is kerül börtönbe, mikor ugyanazt teszi, mint ami az az édesanyja, aki halálra ítéli azt a gyermeket, aki semmiről nem tehet. Most bocsánat, tehát most lehet, hogy durva a hasonlat, meg husvét, vasárnap nem élik ki erről beszélni, de hogy, hogy nekünk viszont a, a bűnbánathoz hozzá tartozik, hogy tudnunk kell, mi a bűn és tisztában kell lennünk azzal, hogy, hogy mi a bűnbánat a vezető út, és hogyan nyerek bűnbocsánatot. Mm. A jobb lator oda kiáltott Jézusnak, és ott az Jézus előtt kérte, hogy bocsásson meg neki. Még a másik, az csak kigúnyolta. Tehát annyira jól mutatja a két személyiség közötti különbséget. Az egyik a mennyországba akart jutni, a másik elutasította azt. Jézus kihez szól, aki bűnbánatot tart? A másikhoz nem tud mit mondani, mert amíg nem jut el arra a szintre, hogy fölismerje, hogy ebből a gödörből, az, a kárhozatból kivezető út csak Krisztuson keresztül vezet, addig nem tud mit csinálni vele. Tehát úgy vagyunk mi is a egymillió alkoholista országában élve, hogy csak akkor tudok az alkoholistán segíteni, hogyha belátja, hogy beteg. Addig csak felületi kezelés, addig csak maszatolunk. Hm. Amíg el nem jut, hogy kábítószeres vagyok, és ebből menekülni akarok pornófüggő vagyok, és szabadulnak, gyógyszerfüggő vagyok, depressziós vagy, csak akkor tudunk segíteni. Tehát a, a, a kitörés, a, az, hogy Krisztus kinyújtsa az ő kezét, és kihúzzon bennünket a bajunkból, az azt kell, hogy mi is kinyújtsuk. És azzal, hogy én belátom, hogy, hogy bajba vagyok, akkor elkezdem kinyújtani a kezem, és itt találkozik a két kéz, és ez a óriási misztérium és nagy ajándék, amivel az Isten azért küldte el az ő fiát, hogy ez a Kinyújtott kezet, ezt érinteni tudjat. És ez az, ami, mm. ami ajándékot megkapunk a keresztáldozattal az Istentől. Igen. Ez egy nagyon összetett ünnep. Amikor hősökre, áldozatokra emlékezünk, de nem is szoktuk azt mondani, hogy ünneplünk. Húsvétot viszont ünnepnek tekintjük, hiszen ott van mellette a feltámadás. És ez a feltámadás talán ez okozza, megint csak a okoskodó modern világban a legtöbb problémát ateisták és hívők, a vallást elutasítók és a vallásban kapaszkodók között, hogy, hogy ugyan már, hogy lehet azt elhinni, hogy valaki, mikor meghalt, föltámadt. És hogy ez nem alaptalan ez a vita, ezt mutatja, hogy még a, a Tamás is, aki, aki látja a Jézust, még ő sem akarja elhinni, hogy ilyen létezik ebben segítsük hallgatóinkat, hogy, hogy, hogy lehet ezt igazán elmélyíteni magunkban ezt a hitet, hogy ebben nem kell kételkedni. Ilyen tényleg volt. Tulajdonképpen a kételkedésünket Jézus azzal is elveszi tőlünk, hogy hát, ami, hát ő maga is támasztott fel halottat. Lázár négy napja sírba feküdt, és egyszer csak megjelent a sír bejáratánál. Vagy a Jari, Jairus lányát is feltámasztotta. Tehát Krisztus az út, az igazság és az élet. És Krisztus képes életet adni oda, ahol halál van. Békét vinni oda, ahol békétlenség van. Szeretetet oda, ahol szeretetlenség van. Tehát Jézus az, aki megmutatta abban a három éves tanító útjába, hogy nincsenek természeti törvények. Ennek szemtoni voltak a vak meggyógyítása, a béna járt, a tenger lecsendesedett, az öt kenyér és két halból sok ezrel laktak jól. Az, hogy mik a, a biológia vagy a természetnek a határai, az Jézus esetében ez megszűnik. És amikor megszűnnének a természeti törvények, akkor nem szabad elkezdenünk azon gondolkodni, hogy hogyan és miként lehetett az, hogy valaki legyőzi a halált. Azért sem kételkedünk ebben, mert bizonyítékok tömkelege van. Ott van a torinoi lepel, amely testlenyomat és, az azzal, és azzal a hatalmas hő, ami a feltámadással járt, annak a lenyomatát a emberi testnek meghagyta örökül. De Eusebius és azok a, a pogányírók, akik kortársai voltak Krisztusnak, és egyszer csak mint be, beestek Jeruzsálembe, és hát itt történt valami, és hogy igen, a követ elhengerítették, egy angyal jelent meg a kertbe, és mondta, hogy feltámadt. Tehát, hogy vannak hit, a hit az evangélisták írásaiból, de vannak világi szerzők írása is, akik ugyanazt erősítik meg. Az, hogy hogy hit... kotyogjuk itt közben, mert nagyon komoly tudósok állítják azt, hogyha egy kicsit tágabban gondolkodunk, mint a földgolyó, akkor már is érvényét veszíti egy csomó olyan törvény, amit itt a földön Persze. úgy gondolunk, hogy na aztán azon túl nincsen semmi. Meg, meg tulajdonképpen az Isten megadta mindannyiunknak azt a azt az óriási lehetőséget, hogy, hogy higgyünk a csodákban. Akkor, amikor egy balesetet ippek, hogy el tudsz kerülni, akkor azt mondod, hogy ez képtelenség, hogy Ez Ezt hívjuk csodának. Amikor valaki 111 nap lélegeztető gép után a Covid-ból háromszor meghal és visszatér, ez hmm. csoda. Most említem itt Bányai Gábor barátunkat, akinek az élet, ez a történet, ez nagyon megérinti a legkétkedőbb embereket, és hiszen visszajött, itt van, uh -huh. járt oda át, találkozott a elhunyt édesapjával oda és ő, neki, és ő visszatért. És én azt mondom, hogy az ilyen emberek tanúság tétele erősíti bennünk azt, hogy a csodák ilyen szinten jelen vannak a mi életünkben is. Persze csak, hogyha nyitott szemmel jársz, és nem azt gondolod, hogy neked minden jár. Ez természetes, hogy meggyógyultam, természetes, hogy megnyertem az ötöst alottól, hmm. természetes, hogy nekem egészséges gyerekeim vannak, és így tovább. Tehát abban a pillanatban, amikor valami recsenés történik az egészségedben, az életedben, annál inkább fogékonyá válsz arra, hogy a szemüvegedet letöröld, és észrevet, hogy hopp, minden, ami körülvesz engem, annyi nagy adomány, és annyi Isten ajándéka, és annyi csodával és kincsel találkozom, ami szinte befogadhatatlan. Hmm. Na most egy ilyen csoda, történt, aminek tanúja voltak az asszonyok, az apostolok, tanúi voltak más emberek, akik az Emmauszi úton, és így tovább, akik 40 napon keresztül még Jézussal találkoztak. Tehát, hogy mindentben lehet kétségbe vonni, mindent. Azt is lehet kétségbe vonni, egyetem van-e agyunk, mert ugye senki nem látja, meg meg, a, meg az intelligenciánkat se tudom kézzel fogni, meg, meg sok mindent, meg a hazaszeretetemet se tudom megmondani, ez hány kiló, uh -huh. meg a lelkemet se tudom, de biztos, hogy bennem van, mert akkor, amikor az ember meghal, X grammal könnyebb lesz, miután a lélek kiszáll belőle, ezt amerikai tudósok állították. És azt is tudjuk, hogy azok az emberek, akik hívők, azok tovább élnek, a hívő emberek boldogabbak, a hívő családok összetartóbbak és tovább együtt vannak, tehát kevesebb a vállás, ezek tények. Hát most akkor tényeket lehet szembeállítani a kétkedéssel, de ennek szerintem nincs a vége. Világos. Nagyon fontos kérdés. Miért húsvét? <laughs> Ugye a húsvét az azért érdekes, mert hogy hát Jézus is a húsvétot ünnepelte azon a bizonyos utolsó vacsorán nagy csütörtökön. Mert azért hozzuk be a szent három napba azt, hogy hát ez csütörtök. Igen, virágvasárnappal kezdődik, hétfőket szerda Júdásnak az árulása és a Júdás szívébe megfogalmazott gondolattal foglalkozunk, és utána pedig csütörtökön a pászka vacsora van. A pászka vacsora zsidó húsvét, amely arról szól, hogy Megszabadult a fogságból a választott nép. Azt ünneplik, hogy kiszakadtak abból az egyiptomi rabigából, ami alatt több száz éven keresztül görnyedt a választott, nép. és ez kell egy jött Mózes, és ő kivitte őket. Na most persze, hát ennek a, a, a szabadulás történetének a megünneplése az, ami a zsidóságnak mai napig megvan, mm -hmm. és ehhez, erre az ünnepre ült rá mi ünnepünk. Tehát a, ah, ah. mi ünnepünknek a, az alapja az a zsidó húsvét, mégpedig a pászkavacsora vacsora nagy csütörtök. És azok a, és Jézus együtt a nagy csütörtökön, fantasztikus, az első szentmisét bemutatta, akkor az első mise. Megalapította a papságrendjét, megalapította az eukarisztiát, a testét és vérét bemutatta értünk, és azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez volt az első szentmise, ezért is emelném ezt ki nagyon. És ekkor volt az, amikor elbúcsúzott. Jézus, Jézus búcsú beszéde is elhangzik, hiszen ő már tudja, hogy, hogy most már órák választják előtt attól, hogy elkezdődjön az a folyamat, ami az ő szenvedési története. Mert az ő igazi nagy szenvedése tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy az egyik a tizenkettő közül azért csak elárulja. Tehát, hogy azért a belső kör, a, a, a bizalmi közösség, az a tizenkét megszólítottból az egyik mégiscsak azt mondja, hogy, hogy inkább a pénz inkább az a 30 ezüst egy rabszolga ára, mint az Isten fia. Inkább mert meg vagyok sértve, mert nem én vagyok a kedvenc, mert a legszűkebb köve Péter, Jakab és Jánoshoz akkor ő nem tud oda menni negyediknek, de biztos volt benne ilyen, meg az is, hogy, hogy tulajdonképpen na majd én Megmutatom, és akkor majd én odaállok. Atya, atya érzi, hogy a mai magyar valóságról beszél. Én ezt most csak úgy... Jó, ha én, én, én nem akarom ezt erőltetni, de, de, de a hidegráz közben még mutat. Igen, és nem, is, nem, nem nevesítünk senkit, mert mégis csak van, de akit nagyon kíváncsi majd ír, és majd, és majd akkor vászolunk. Kire is gondoltuk. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy ez egy, ez egy ez, ez volt az egyik legfájdalmasabb neki, és ott ül, megmosta az ő lábát is mert nincs benne a szentírásban, kivéve egyet, uh -huh. megmosta az ő lábát is ugyanazzal a szeretettel, mint a többiekét maga mellé ülteti körülbelül, ott ül, a közelébe. Azért kell, hogy közelében legyen, együtt nyúl vele a tálba. Hát az asztal másik végén ők, akkor nem ér el odáig a kezem teplén. Az is elképzelhető, hogy közvetlen mellette ül, uh -huh. és aztán azt mondja neki, hogy hát ne várjál sokáig, hanem tedd meg, amit tenni akarsz. És akkor elmegy. És akkor elkezdődik az, hogy ugye a gecemáni kertben való imádság. Az a gecemáni kert számomra azért is megható, mert Jézus sír. Jézus fél. Jézus annyi emberi gesztussal van ott jelen a getszemáni kertbe, ami miatt annyira a az ember szívéig hatol az, hogy szinte oda menne, megelelni ott, és gyere, fussunk el. De tudja azt is, hogy nem az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mit erősít meg? A mi atyánkot. Mi van benne? Legyen meg a te akaratod kérek én az atyától, az Istentől, mert most is a hallgatóknak ezer és ezer vágya és álma van, amit mindig az imádságában megfogalmaz, de ezt ne felejtsük már el, hogy a mi atyánkból, hogy ezt elmondjuk, hogy de ne az én akaratom, a tiéd. Uh -huh, uh -huh. És az Istennek az az akarata, hogy még ne nyerd meg az ötöst talotton, még ne szülessen gyermeked, ezek most nagyon kemény szavak, vagy, vagy neki vagy az Istennek az az akarata, hogy még ott legyél a szeretted mellett, a beteg ágynál, és ápold, és még legyél vele, akkor azt kell mondani, hogy igen, az Istennek nagyon van olyan szándéka, amit én még nem ismerek, de ő már tudja, uh -huh. hogy nekem miért van ez, és Getszemáni kert eseményei azért kellett, hogy bekövetkezzenek, hogy ma húsvét vasárnapon beszélhessünk a feltámadásról. És amikor elfogják Jézust, és elviszik, és elszakítják a közösségétől, elszakítják tőlünk, akkor tulajdonképpen mi már elkezdjük a gyászunkat, mert hogy Elhallgatnak a harangok, elhallgat az orgona, a Rómába mennek, ugye a néphagyomány szerint. Minden elcsendesül szinte olyan, mint a színházban, amikor történik egy jelenet, amikor hirtelen csend lesz. És az ember még nyelni sem mer, vagy mint a Most vagy soha című filmben, amit nagyon ajánlok videkek, hogy nézzem meg, hogy olyan katartikus jelenetek vannak benne, amikor az ember tényleg csak ül, és néz, és nyel, és figyel. Na, hát ilyen ami nagy csütörtökünk, nagy péntekünk, hogy hogy fel se fogjuk, mi történik, de azt értjük, hogy ez fáj. Hm. És, és akkor úgy ébredünk fel Húsvét a nagy péntekre a csütörtök után, hogy tulajdonképpen Jézus fogságban van közben Péter háromszor megtagadja, Júdás elárulja, tehát az egy, egy, nagyon nyomasztó éjszaka van mögöttünk, és pénteken pedig szembesülünk arról, mi már, már beszéltünk, ugye a keresztút, a 14 állomás, az, amikor ott van Cidenei Simon, Veronika, és ott vannak a, a, a síró asszonyok. És itt azért hagy hozzak egy képet be. Miért tudjuk, hogy Cidenei Simon ki volt, meg Veronika? Mert az ordibáló a halált kiáltó tömegből valaki kilépt, és azt mondták, hogy nem. Én nem leszek olyan, mint a tömeg, nem leszek tömegember. Én nem hagyom, hogy bedaráljanak. És vállalom azt, hogy ki mit fog mondani, vagy lehet, akkor a pofont kapok szegény Veronika, hogy ő mit merek tenni, de az én szívemben ez erősebb, mint a harag, a gyűlölet, vagy a, vagy a, vagy a közöny. Ugye ma Magyarországon a legnagyobb gondunk a, az emberek a közöny. Hát, hogy az nagy, emberek nagy többségét semmi nem érdekli. Hmm. Semmivel nem tudod lázba hozni. Van egy, egy kemény mag XY oldalon, akik úgy, úgy érdeklődnek, de a nagy többség... Az, az nem is tudom, hogy hol van. Tehát nem is, nem is tudom, hogy, hogy hogy éli a mindennapét, mert hogy sehol nincs jelen. Nincs jelen a, a közösségi életben, az offline térben, nincs jelen az utcán, nincs jelen a parkokban, nincs jelen. Tehát nem is értem, hogy a négy fal ennyi embert hogy tud elzárni ebbe a kis hazába. És Simon és Veronika 2000 év óta megnevezett emberek. A kik akik csak jajgattak. Álltak a tömeg szélén, de nem tették meg az első lépésre. Akik csak azt hallták, hogy jaj, elmegy tőlünk a csodagyógyító, jaj, akkor velünk mi lesz, jaj, szegény, és akkor jaj, meg mi lesz én velem, én velem, én velem. Uh -huh. Saját sebeiket ott nyalogatták, de semmit nem tettek azért, hogy változás legyen. Tehát, hogy, hogy Ebből viszont síró asszonyok voltak, nem tudjuk, hogy kettő vagy 8 vagy 16, most többen voltak, az biztos, de annyira nem volt a, de annyira nem fontos szereplők, hogy a nevüket nem tudjuk. Mm. Tehát, hogy, hogy így váltak, ilyen szürkévé. Mm. Hogy Nézd meg a mai világot, a napjainkban, hogy azok, akik tenni akarnak egyházért, hazáért, és az élére állnak ügyeknek, és, és, és fölemelik a szívet, azoknak tudjuk a nevét. De ezek a sopánkodók azok, meg akik, akik az inkább a rossz érzetet keltik a levegőbe, azoknak lehet, hogy pár óráig tudjuk a nevüket, de eltűnnek a süllyesztőbe. És ez tulajdonképpen így van rendjén hogy aki oda mert Krisztus, és hű volt hozzá, őt néven szólítjuk, a jajgatókat pedig elfelejti a történelem. Most már világosan látjuk nagy csütörtök misztikumát, de van egy gyerekkori, majd aztán később, ahogy nőttem, kicsit változó emlékem, belépett édesapám mindig a szobába vasárnap reggel, és kakót, kávét, majd később pálinkát hozott, és azt mondta, hogy keljen fel az Isten, széledjenek el a gonoszok a föld színéről, feltámad Krisztus. É, és ez azóta ádáz küzdelem folyik a családban mindig, hogy most hogyan is vannak ezek a napok, mit jelent az, hogy harmadnapra feltámadott? Hogyan folytatódott a történet nagy csütörtök után? Nagy pénteken, ugye Jézus délután három órakor meghal a kereszten kapkodni kell, hiszen zsidó közegben vagyunk, és ha az első csillag fönt van az égen, elkezdődik az ünnep, azaz a sabbat, a szombat. Péntek délután három órakor beborult az ég, Krisztus meghal, de közben még engedélyt kell kérni Pilátustól, hogy le lehessen venni a keresztül, és el lehessen temetni. Ez nem egy messenger üzenetben történt, hanem el kellett menni, bebocsájtást kellett kérni, Arimatai József, tehát ez idő. És Közben pedig te, ö, sötétedik, és kezdődik a, a, a sabbat, és nem lehet temetni. És hogy Arimate József tagja volt a főtanácsnak, a papi főtanácsnak. Na most, ha egy, ő elkezd, még temetkezek este nyolckor, hát akkor biztos, hogy kap a fejére. Uh -huh. Így hát az történt, hogy egy nagyon gyors temetés következik, arra sincs idő, hogy az asszonyok hazamenjenek az illatos olajokért, amivel be kell kenni a testet, hogy el kép kész lehessen a temetésre, ezért gyorsban göngyölik, és gyorsan sírba teszik, és innentől számítódik az első nap. Tehát péntek az első nap, hogy sírban fekszik, második nap nagy szombat, és húsvét vasárnap hajnala, amikor is kiment az ünnep, mert hogy a sabbat meddig tehát péntek első csillagtól szombat első csillagig. Na most szombaton az első csillagnál már nem indulnak a sötétben követ elhengeríteni, kiszedni, tehát nem látnak. Ezért kell hajnalba indulni, és a vasárnap hajnalban történt meg a feltámadás, ezért a, az, így jön ki a három nap, a szent három nap, Igen. már nem szent bocsánat, a, a három napig sírban volt, ugye alászállt a poklokra is úgy támad fel, és tulajdonképpen a nagy szombat este sötétedéskor elkezdett feltámadási szertartásunknak az volna a legszebb, ha vasárnap érne véget, Aha. hogy így jön neki a három, vagy vannak olyan atyák, akik éjjel háromkor kezdik, és akkor mire feltámad a, a följön a nap, és Aha. tulajdonképpen már fényben van, a természetes fényben van a körmenet. Tehát ezek nagyon-nagyon szép liturgikus cselekmények, amelyek teljesen fölkészítenek bennünket a találkozásra. Tehát az, aki minden másnap jár templomba, karácsony, meg húsvét másnap, annak ez egy olyan mise, hogy nem érti, hogy mi, mi miért szól. Miért van ott a feltámadt mm -hmm. Krisztus az oltán, mi ez a húsvéti gyertya, miért van jelentősége a szentelt, a megáldott víznek, miért locsol meg bennünket szentelt vízzel a pap, mikor holnap van csak locsolkodás. Tehát, hogy, hogy nem ér, így állnak ott, és mi miért mondjuk, hogy alleluja, miért, miért hang hangosabb az orgona, miért füstölünk a szertartást, de annyira csak néznek, mert ő nekik kimaradt. Tehát ők, ők megspórolták a szenvedést, és csak a bulira jöttek. <laughs> Tehát az a nem jöttek, Vagy ők csak Csak annyit, annyit áruljunk el, hogy hétfőn akkor mit ünneplünk. Hétfőn is ugyanezt a, a feltámadást, hiszen elindul húsvét 8 ott nyolc napon keresztül Aha. ünnepeljük a feltámadottat, és húsvét hétfő pedig ennek a, akár az Emmauszi tanítványok történetébe is beleillik, vagy akár a, a, a Tamás apostolnak a hitetlenkedése is a fókuszba kerül, tehát hogy húsvét hétfőn éljük még meg ezeket a napokat, hogy föltámad, visszajött, a zárt ajtónál egyszer csak mint egy szellem átjött, vagy vagy találkoztak vele az m Tehát egy csomó olyan történet, ami egybe tartozik a husvéti misztériummal, uh -huh. azzal a feltámadási örömmel. És persze Húsvét hétfő ugye a hagyomány szerint, a magyar hagyomány szerint ugye a locsolkodásnak az ünnepede, honnan is, mi az, hogy locsolkodás? Hát vasárnap vizet szenteltünk. Az új víz, amiben élet van, hát ezt az életet viszik ki a szeretteik közé, a, a lányok, a, a fiúk a lányok közé, hogy, hogy hogy tulajdonképpen itt kapcsolódik össze az ünnep és mondjuk a, a népi hagyományok, mert hogy tudjuk jól, hogy a magyar néphagyománynak a 99 a valamilyen egyházi, valamilyen szakrális dologból ered, és húsvét hétfőnek ez a termékenység hagyománya, amit a locsolkodás is jelent, ez a feltámadás fényében érthető igazán. Uh -huh. És ezért is én nagyon néprajzos lelkületű vagyok, meg a népi hagyomány hagyományőrzet egy mentéről származónak nem is lehet más a, a felfogásra szerintem, de hogy hogy szükség van ezeknek a hagyományoknak az őrzésére. Tehát igenis el kell menni Hollókőre, Szentendrére, meg el kell menni ezekbe a, a, a kiemelt helyekre ilyenkor a, az ünnepekbe, de nem mindegy, hogy ért -e a kocsiban, amikor a gyerekeknek mesélek a locsolkodásra, akkor behozom-e a húsvét vasápi élményt és emléket a, a szentelt vízről, és el, így tudok-e beszélni a saját családommal erről a, a magyar, tényleg magyar nyelvterületen létező hagyományról. Valljuk be őszintén itt a végén a hallgatóinknak, hogy a mi célunk is ez volt, hogy a husvéti ünnepek Elvilágíjasodott történetei, a kirándulás, a, a wellness, a, a, a nagy evések és ivások mellé visszahozzuk ennek az ünnepnek az eredeti jelentését és jelentőségét. Hát remélem, hogy sikerült valamit átadni, sikerült valamit megtanítani, vagy újra feleveníteni erről az ünnepről. Az biztos, hogy nagyon nagy segítség, hogy hogy nagy péntek munkaszüneti nap lett. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor Nyugat-Európában az egyházi ünnepeket megszüntetik, és, és teljesen kifordulnak a, a, a gyökereiket, elveszítik, akkor mi pedig, nemzeti, mi pedig munkaszüneti nappá tettük a nagypénteket, hiszen, hiszen, nem mehetünk el nagypéntek mellett, mint egy átlagos hétnek a záró napján, mert nagypénteken valami olyan történt, hogy az egész világ mindenségnek a történetét megváltoztatta. Tehát Jézus kereszthalála, az egy óriási változás, és mégpedig micsoda? Egy hatalmas pofon a sátánnak. A sátán ő azt hitte, hogy győzni fog, hogy legyőzi az Isten fiát, és egy skalpot gyűjt, még az a legnagyobbat, Jézusét a gyűjteményével. adom az egész világot. Mondjuk. Így van, mikor a háromszor kísértette még, és akkor sem sikerült, és a feltámadással viszont a sátán a pokola lett letaszítva, mert hogy Jézus legyőzte a bűnt és a halált, és a halálkapui nem vettek erőt rajta, és nem lehetett, hogy az a sír zárva maradjon, mert a feltámadásnak be kellett következni, úgyhogy a most 2024-ben is a feltámadás megtörtént, Jézus feltámadt, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Áldott boldog húsvétot, Atya. Allelujás húsvétot mindenkinek. Köszönöm szépen.